Zöld hetet hirdettek a Dabasi Kossuth Lajos általános iskolában. A rendezvény középpontjában a környezetvédelem, az újrahasznosítás és a fenntarthatóság állt. Vasfera tanítónőjének a kezdeményezésére van ez a zöld hét, az ő osztályával indította, és onnan nőtte ki magát ez a projekt, és ugye becsatlakozott a teljes alsó tagozat. Ő különböző rendezvényeken, különböző eseményeken, különböző környezetvédelemhez és a zöld iskolához, vagy zöld témahéthez kapcsolódó rendezvényeken vettek részt. A többi tanuló, ők pedig különböző pályázatokban, tehát vannak olyan újrahasznosított dolgokból kellett eszközöket készíteni, tehát maga, mint az újrahasznosítás, az téma volt, valamint ugye különböző pályamunkák születtek, amit az utolsó napon, a mai napon értékeltünk. Az iskolában nem csak ezen a héten, egész évben futnak környezettudatos projektek. Kezdve onnantól, hogy ökoiskola vagyunk, és ez egy eleme ennek a dolognak. Azon túl, hogy mi gyűjtjük mondjuk a papírt, akkor is, hogyha sokkal nehezebb mostanában már papírt gyűjteni, mint ezelőtt pár évvel, vagy mondjuk régen. Úgyhogy sokkal nehezebb, problémásabb, kicsit körülményesebb, de ez nem szegi a kedvünket, mert ugye a cél nem csak az, hogy feltétlenül mennyi pénzt kapunk ezért a dologért, hanem maga a nevelés az, amit ezáltal elérünk. Tehát, hogyha én azt gondolom, hogy ha mi nem igazán kapnánk ezért semmit, akkor is azt gondolom, hogy van egy olyan környezeti nevelési haszna ennek a dolognak, amit azt gondolom, hogy egy iskolában mindenféleképpen fontos. Ezen kívül, ugye, hogy van ez az ökoiskola, tehát különböző újrahasznosítunk igazából mindent, tehát a zokni gyűjtés kapcsán ugye minden éven van, használt elemet gyűjtünk, ugye beszélünk a vízszennyezésről, gyűjtjük a PET palackokat, gyűjtjük ugye a gyermekekkel a minden olyan fajta dolgot, amit tényleg újra lehet hasznosítani, ruhákat, ugye részt veszünk a sulizsák programban, tehát ez egy ilyen komplex nevelés, amiben igazából minden osztály részt vesz, teljes iskola részt vesz, ugye kollégák, takarítónőktől kezdve, tehát csak úgy működhet egy projekt, és akkor ennek az eleme, hogy a Vera néni még ezt megtolja nekünk egy ilyen zöld héttel, és a saját osztályában még egy kicsit komolyabban foglalkozik ezen a héten ezzel a témával. Az ilyen jellegű törekvések eredménye nehezen mérhető, azonban szemmel láthatóan elindított a gyerekekben egy környezettudatosabb gondolkodásmódot. Ha körbenézünk esetleg az iskola udvaron, akkor hogy mennyi szemét van például eldobva, vagy az, hogy azzal kezdik a picik, nekünk nagyon sokszor van olyan, hogy bejövünk hétvégén, ugye itt van az Extreme Park, és ugye nagyon sok szemetet hétvégén is vannak itt, ugye más iskolákból, más helyről ugye emberek fociznak, akik itt hagyják a szemetet, a mi gyermekeink, köztük például a saját fiam is, hogy minden héten azzal kezdi, hogy akkor délután szemetet szednek. Ők kérik el a zsákokat, ők kérik el az ehhez kapcsolódó eszközöket, hogy ők tudjanak szemetet szedni. Tehát azt gondolom, hogy ez már egy mérhető dolog. De ezen kívül ugye az, hogy mennyire vigyázunk, hogy az, hogy szelektíven gyűjtik a szemetet, nem kell mondjuk a takarítónőknek átválogatni. Mindig megtelnek a szemetesek, amelyik ugye szelektíven vannak gyűjtve. Az, hogy hozzák a gyermekek az elemet, az, hogy két hetente cseréljük az olajat ugye a használt olajgyűjtőbe. Tehát ezek azt gondolom, hogy mérni úgy nem lehet, mint egy eredmény, de azért azt gondoljuk, hogy ez látványos. És hát ugye azon kívül, hogy rendben tartjuk ugye iskolának a környezetét, még általában itt a jubileumi parkot és a környező helyiségeket is, vagy a környező térséget is ugye rendbe rakjuk, de mondhatnék például, amikor van a Kossuth hetünk, akkor a Kossuth héten, vagy a Kossuth nap alkalmával a gyerekek maguk kérik, hogy igazgató bácsi, hova dobjuk a szemetet, de hogy ezt ugye külön gyűjtjük, és akkor ide jön a rizétel maradék, ide meg a papír, ide meg az egyéb hulladék, tehát ezek azok a nüanszok, amiket a hétköznapokban tapasztalunk. Szülők is szoktak olyan dolgokról beszámolni, hogy otthon rájuk szól annak a gyermekek, hogy miért nem oda dobod, miért dobod ki esetleg vagy miért próbálkozik meg a szülő esetleg kidobni az ablakon, mondjuk még egy almacsutkát is. Tehát vannak ilyen jelzések, tehát az, hogy mi a gyerekeket így neveljük, én azt gondolom, hogy a gyermekek ezt otthon tovább viszik, a saját kis mikrokörnyezetükbe, valamint bízunk benne, hogyha ők is felnőnek, és majd ide iratják a gyermekeiket, akkor ez már látható és mérhető is lesz.